Szeretettel köszöntjük tanárainkat, családtagjainkat, diáktársainkat és barátainkat. Kérem, engedjék meg, hogy ezen a számunkra mérföldkövet jelentő eseményen saját magunk, osztályunk és évfolyamunk nevében szóljunk Önökhöz, hogyha az évben nem is utoljára, de most együtt visszaemlékezzünk az itt eltöltött időre. Azt hiszem, a többiek helyett is elmondhatom, hogy igen nehéz megfogalmazni, mit is érzünk most. Valóban csak keressük a szavakat, talán a legegyszerűbb annyit mondhatunk, megkönnyebbültünk. Megkönnyebbültünk, mert eljutottunk idáig, és emelt fővel haladunk a felnőtté válás felé. Viszont még hátra van az érettségi vizsga, amin ugyanúgy helyt kell állnunk. Azonban, ahogy visszatekintünk az elmúlt évekre, látjuk, mennyi mindent átéltünk már együtt. Történt egyszer 2016 őszén, hogy felvettek egy ügyes, okos, jól nevelt, egy szóval tökéletes csapatot az iskola elit A osztályába, tehát nem történhet semmi rossz. Körülbelül ötödikben volt, mikor először megmutattuk, milyen jól tudunk mi viselkedni, amikor úgy gondoltuk, jó ötlet volt almával dobálózni a teremben, de a lámpa nem ezt gondolt, amikor neki passzoltunk, és kedves nagyszegi osztálytársunk szavai alapján mai napig cseng a fejünkben a füstöl a lámpa mondat. Ki szeretnék térni kedves osztálytársunkra, aki sajnos már nem tudja felavatni velünk a szalagot egy betegség miatt. De nyugi, Marci, itt vagy velünk lélekben, gyógyulj meg, várunk vissza. De hogy tovább fényezzem osztályunkat, hetedikben megmozgattuk az egész iskolát egy taktikai tűzriadóval, amikor Baranyi tanárnővel magnéziumot égettünk, és a füst nem jó években szállt el a kémiateremből. Egyszer volt, hol nem volt. Talán így is kezdődhetne a C-osztály kis története, hiszen elég kis vicces mesefiguraként vágtunk bele gimnazista éveinkbe. Ha a képeket visszanézzük, pocokarcú vidám kisgyerekek voltunk ötödikben. Vízipók hangon túlkiabálva egymást próbáltunk érvényesülni és felhívni magunkra a figyelmet, ahogy azt általában teszik az újoncok. Olyan volt, mintha egy mini színdarabban játszanánk. A 8 év alatt csak nem 40 karakter próbálta eljátszani, ha neki szánt szerepet kisebb-nagyobb sikerrel. Az elején kézilabdás osztályként kezdtünk, de az idők során felnőttünk, és mindenki megtalálta a maga útját. Egyesek a testépítésben, míg mások a labdarúgásban, a csukbólban, a névtáncban, a fitkitben, vagy éppen a zenében fedezték fel önmagukat. Mi igazán szófogadó gyerekek voltunk, mindig jól viselkedtünk, a házirend szabályait betartva követtük osztályfőnökünk Rádai tanárul szigorú parancsait. Ötödik osztályban például a gyurmákat dobáltuk ki az ablakon, hetedik évünkben pedig Baróton, Olivier fogadásból megivott másfél liter csodagyógyvizet, aminek következményeként a kisfuk lett a legjobb barátja. Mi, Bések, 2020-ban léptünk be a Táncsics gimi ajtaján. Bés tanulóként úgy éreztük, nagyobb elvárásokat kell teljesítenünk, mint a másik két osztálynak, de az elvárton és önmagunkon felül teljesítettünk végig szüleink és tanáraink örömére, olykor meglepetésére. Kissé ironikus belépünk volt, mert alig 2-3 hónapot ismerkedtünk az épülettel, mire észbe kaptunk, már a képernyő előtt keltett minket Pelikánné Tuba Gizella tanárnő kukosórája, vagy éppen redmentát írtunk Háda Lívia tanárnőnél, de Baranyi tanárnő matekórián is, rendszeresen tanultunk a pálinka főzés titkairól, algebrai kifejezések óra címmel. És azt sem felejtjük el, amikor már az iskolapadban újra egymás között ültünk fizika órán, és Lóráfi tanár úr a jóga fejenállást prezentálta a gyorsulás helyett, vagy hogy ne írjunk a dolgozatba, hogy 90 meg 30 az 100, mert a tanár úr úgyis csak annyit mond, hogy nem mondja el ki volt, mert a személyiségi jókat sért. De amúgy Leányvári Gabi volt. Az első év ezért is telt érdekesen. Két osztályfőnökünk, Valentikné Szakán Márta tanárnő és Tamás Ellen tanár úr mindent megtettek, hogy az online oktatás ellenére kialakuljon egy jó osztályközösség. Ahogy a legtöbb osztályban, úgy nálunk is változott az osztálylétszám, kialakultak és átalakultak az évek során a barátsági társaságok. Ebben közrejátszott a vírusos időszak és az online oktatás, amik rendhagyó élményekkel gazdagítottak minket. Ádám bá túrái azonban még színesebbé tették a mindennapokat.
A nyarat tehát az ő tanyáján kezdtük egy sátrazós közösségépítés kiruccanással, ahol többen is megmutatták akrobatika tudásukat a harmadik, sunyiban elfogyasztott hartyáni kerítésszakató után. Ezt azóta is emlegetjük, csak nem otthon. 8-9-ben a híres online oktatás náluk is mindenkinek jól sikerült, legalábbis rövid távon. Először mindenki jól érezte magát, mikor pizsamában, hol az ágyból, hol az asztaltól, hol az étkezőből a reggeli előtt ülve léptünk be órára. Bocsánat, igazgató úr, az utánzásért. Egy Churchill idézet következik. Ne pazaroldd el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad. Azaz, hogyan legyél ötös kémiából az online oktatás alatt. Huszontában rájöttünk, nem is volt ez olyan jó, amikor visszajöttünk a suliba, és megírtuk azokat a bizonyos ismétlő dogákat. 9-ben volt talán nekünk is a legnehezebb dolgunk, amikor otthonról a számítógép előtt kellett elhitetni tanárainkkal, hogy tényleg érdekel minket a téma, és csak azért nem volt bekapcsolva a kameránk, mert a sok könyv és az éjszakában nyúló tanulás miatt annyira karikás lett a szemünk, hogy ciki lett volna mutatkozni az osztálytársak tanárak előtt. 10. osztályban igazgatóval elmentünk korizni, mikor is az osztály negyere lekéste a vonatot hazafelé, mert elmentek megizni és nem ismerték az időfogalmát. A 11. évünkben osztálykiránduláson osztályfőnökünk kiemelten felhívta a figyelmet arra, hogy éjszaka ne menjünk le a Balatonpartra, ennek ellenére hajnali egykor mégis a réfülöpi módon találtuk magunkat. Sok ilyen sztori van még, lehet jobban járunk, ha nem meséljük el mindet. Az viszont mindannyiunknak emlékezetes marad, amikor a saját osztálytermünk rendetlensége miatt lettünk kitiltva a Homeless program keretein belül a 112-es teremből, így pár hónapon keresztül a folyosó padlóján kellett töltenünk a drága 10 perces szüneteinket. Mindig is tudni fogjuk, hogy a november téli hónap, és azt is, hogy a házi feladat hiányra a legjobb kifogás, ha azt kamuzzuk, hogy otthon a kerti kiülön hagytuk a tanulnivalót, és odafagyott az asztalhoz a füzet. 10-ben végre mi is részt vehettünk az iskolai programokon, többek között a vonatos kiránduláson, ahol Egert hódítottuk meg egy flashmobbal. Lassan kialakultak a szokásaink, például évvégén a Csarti partra megyünk kajakozni és enni. Ilyenkor az önfeledt szórakozást Virág Monster High-os kurnója támogatta. Másik szokásunk a téli szünet előtti ajándékozás, teremdíszítés és zénó körbetekerése karácsonyi díszekkel. Ha jobban belegondolok, nem ő az egyetlen, akit körbetekertünk 10-ben, papírgyűjtésen Riziből lett harcos múmia. De hogy ez az év, úgy Vivi szemüvege is elúszott a csatiban. A kaotikus hangulatra sajnos rányomta a bélyegét egy rossz hír. Ádámba elköltözik, és más osztályfőnököt kapunk. Végtelen szomorúak voltunk, érzéseink nagyon vegyesek voltak. Eleinte nem tudtuk elképzelni, mit fogunk kezdeni érettségi előtti évben ennyi tanárváltással. Az évzáró után pár héttel már tudtuk is, ki veszi át az irányítást felettünk. A hírhedt és összetéveszthetetlen Horváth Barbora tanárnő nem is habozott, rögtön kezébe vett a dolgokat, már nyáron bejelölt mindenkit Facebookon, és a csoportot is bombázta a fontos iskolai infókkal, aminek a szünet közepén mindenki borzasztóan örült. De nem csak az osztályfőnökünk változott, többet nem voltunk habsikák matekon, nem írtunk több röpcitézét bioszon, és a lányokat is a harmadik testtanár próbálta megtanítani röpizni. Viszont, ahogy Baranyi tanárnő mondta egyszer, alakulunk, mint púpos gyerek a prés alatt, és így is történt. Az biztos, hogy tanultunk rengeteg életigazságot tanárainktól. Farkas Gábor tanár úrtól, hogy nem eszünk, mikor a másik beszél, mert erkölcsi hulladékok vagyunk, és tanuljunk jól, mert senkinek nem lesz nyugdíja, aki most dolgozik. Baranyi tanárnőtől a hétvégi ebédek receptjeit, és hogy nem tartunk az asztalon lónyálat, mert illetlen. Lóránt Viné Horváth Ildikó tanárnőtől, hogyha nem látunk, nem árt, ha kimossuk a csipát a szemünkből. Szalai Gabriella osztályfőnöktől, hogyha valami nem érdekel, legalább tegyünk úgy, mintha figyelnénk. És talán a legnagyobb igazság az összes közül Pongor Sándor tanár úrtól származik, hogyha nem tanulunk, hülyék maradunk.
ahol tanárnő emlékezetes oltásait sem felejti el senki, mint ahogy az sem, hogy elkísért minket a hegyekbe, és megörökítette a fotómasináján. Molnár Lídia tanárnő ingyenes lelkisegély szolgálata az osztálydrámákban, és a túlagódó anyuci szerepe az osztálykirándulásokon megfizethetetlen. Háda Lívia tanárnő környezetismeret órán a kismagyaros peledalával törte meg a szürke hétalvó hétköznapjainkat, amit néha még most is mosolyogva dúdolgatunk. És ahogy már említettük, Lóránffy tanár úr fejlállása egyébként elég hatásos és sajátos módja volt figyelmük fenntartásának. Szeretnék még szólni Blahó tanárnő Bés csoportja nevében is, akiktől temérdek vicces történetet hallottunk az órákról, és megfigyelhettük, hogy a tanárnőnek tényleg olyan kedve van, mint ahogy a haja áll. Tőlük tudjuk még azt, a bölcsességet is, hogy a jelenlétükkel igazoljuk a jelenlétünket. Végtére is ki tudja, mire gondolt a költő. Hálásak vagyunk tanárainknak, hogy elviseltek bennünket az évek során, és minden erejünkkel azon voltak, hogy átadjanak valami tudást. Szeretnénk megköszönni a hozzánk szegődő társosztályfőnökök munkáját. Külön köszönet igazgató úrnak, amiért átvette az osztály történelem tantárgyból is, és a lehető legalaposabban elemzett minden egyes esszédolgozatot. Reméljük, ez a magasztos szöveg is hozzásegít majd minket a jobb jegyekhez, amire valószínűleg szükségünk lesz, hiszen a tanulás az, ami talán a legfárasztóbb, legnehezebb és legunalmasabb része ennek a Never Ending Story-nak tűnő kalapnak. A sorból nem maradhatnak ki diáktársaink sem, nekik is sokkal tartozunk. Menzásainknak is köszönjük, hogy kihozták zsebbe a nagyjából mindent, ezért mi sem haltunk éhen. Bár sokszor felnéztünk rátok, hogy azt teszitek meg, amit mi a folyosón érzünk. De idővel megtanultuk, hogy amit Ákos sem eszik meg, azt senki sem. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és külön megköszönni a 11. évfolyamnak az erőfeszítést a mai nap csodás díszletéért. Az idei évről még nem tudunk sokat, csak az, hogy végre a szalagavatót is magunk mögött hagyjuk, de mielőtt lezárjuk, én nagyon nagyot szeretnénk bulizni. Sok-sok megmérettetés vár ránk még a jövőben, és ahogy eddig, úgy most is helyt fogunk állni. Köszönjük szépen, hogy ma itt vannak velünk, és velünk ünnepelnek. Kellemes időtöltést kívánunk erre az ünnepélyes estére. Köszönjük szépen végzős diáktársaink szavait. Felkérem Pásztor Gergely igazgató urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Mindig visszavág. Diktátor elődünk, Julius Cézár, különösen piperkőc ember volt. Állítólag a babérkoszorút is csak azért viselte állandóan a fején, mert a igen szégyelt kopasságát ezzel akarta elrejteni. Most Alain Delon, híres francia színész, is így jelenítette meg őt az Asterix az olimpián című filmjátékában, Piperkőcnek. Ismerik ezt a jelenetet? Nézzük meg! Cézár,
nem öregszik. Ő csak érik. A hajla nem őszül, csak kivilágosodik. Cézár halhatatlan. Jó ideig. Hát nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. A Dabosi Táncs és Mihály Gimnázium szalagavató ünnepségén ezen a rendhagyó és nagy családi ünnepem. Az idősödő, mondhatnám öregeskedő Julius Cézárnak a jelenete azért jutott az eszembe, mert engem is megérintett az idő szere. Utána számoltam, és igazgatóként 18. alkalommal köszöntöm a végzős diákjainkat ezen a napon. A hiú Cézár minden bizonnyal meg is ragadná az alkalmat arra, hogy együtt ünnepelje önökkel, kedves végzősök, az ő újbóli nagykorúvá válását. Valóban milyen jó is, ha az ember tisztában van az évszámokkal és a dátumokkal, ugye? Még egy ilyen következtetésre is eljuthatunk általa, hogy tulajdonképpen mi, mármint hogy én és önök, egyidősek vagyunk. Hiszen önök közül 57-en idén, 29-en pedig a második fél évben töltik be a 18. életévüket, éppen úgy, mint én ma. Meg is néztem a naplóban, legközelebb Ponyiczky Ádámnak lesz 18. szülinapja. Orett Szofi meg most nemrég ünnepelte a 18-at, ha jól tudom. Sőt, ugye Szofi Réka is, és ma Réka nap van, úgyhogy Isten éltesse a Rékákat is, és a 18 éveseket. Kedves ünnepeltek, ma már elhangzott a műsorban, és talán még többször én is mondjuk, hogy a mai este az önöké, a tiétek. Rólatok szól, és nektek szól ez a mai műsor. És ezért vagyunk itt ilyen sokan a lelátókon is. Ezért készültek a 11-esek ilyen nagy odafigyeléssel. A műsor elkészülte mindig nagy izgalmat rejt. És ezért sűrögtek, forogtak az iskolatársak, szülők, és hát az én pedagógus kollégáim is tegnap éjszaka, hogy ez a gondosan összeállított díszlet, ez a háttér is elkészüljön. Elárulok egy műhely titkot, Áda Csaba tanár úr ide egy gigantikus fát tervezett középre, és amikor ide hoztuk ilyen öles törzsel, akkor derült ki, hogy nagyon belelóg a kivetítőbe, ezért elkezdtük darabolni. És a vége az lett, hogy megmaradt a fának a koronája. De hát nem bántuk, mert ennek a koronának az értéke az mégiscsak rajta van, hiszen azok a levelek díszítik ezt a fát, illetve azok a gondolatok díszítik, amelyeket ti ráírtatok. Idén azt kérdeztük tőletek, hogy milyen termést vártok az élettől, milyen betakarítást és milyen eredményeket a jövőtől. Mit szeretnétek elérni az életben? Én minden egyes levelet elolvastam. Megvallom, nem okoztatok csalódást, mondhatnám azt, hogy kellemes meglepetés sem, hiszen én ezt a fajta színes válasz özönt vártam tőletek, amiket a levelekre írtatok. Szokás szerint ezért engedjék meg, kedves vendégeink, hogy ezek alapján, az írások alapján mutassam be most a 12. A, a 12. B és 12. C osztálynak a nagyon színes, nagyon kreatív és nagyon-nagyon hozzám a szívemhez különösen közel álló diákjait. Felhívom kedves vendégeink figyelmét, hogy a következő percek az unalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat is tartalmaznak majd. Továbbá, amit mondok, a szülői büszkeség túlzott felfokozódását is eredményezhetik. Tisztelt ünneplő közösség! Amint elkezdtem lapozgatni a leveleket, kiderült, hogy a végzősök között 2 proféta ül. Én leszek a jövő királya, írta az egyikük. A másik sem volt szerény. Meg lesz a Porsche. Ehhez képest van, aki sokkal egyszerűbb dolgokat szeret. Mit szeretnél betakarítani a jövőben, kérdeztük. A válasz. Sok töltött káposztát. A népi vonal más szinten is képviseltette magát.
meglepő ritmusra akadtam, rigmusra. Szó szerinti idézet következik. A jó Isten, arra kérem, sok jó nőt adjon nékem. Én hozzátettem, hogy suhalja. Sokan közületek nagyon helyesen a tanulmányaitok sikeres folytatásáról és leendő munkahelyeikről írtatok. Tudatosan. Idézek egyet. A közeljövőben remélem, hogy az egyetemre, egy kollégiumba is bejutok. A távlatban remélem, hogy Magyarországon vagy akár külföldön lesz egy olyan munkám, amit élvezek. Majd csendesen hozzáteszi, de még egy Porsche 911-jel is meglennék. Hát tessék, indítsuk be azt a Porsche-t! Most olyan lényeg, ugye? Köszönöm, elment a Porsche. Már meg is kapta azt, aki ezt szerette volna. Van filozófusunk is, minden évben van a diákok között filozófus. Így bölcselkedett valaki. Az ember a lehetséges sem érte volna el, ha nem kapaszkodik a lehetetlen felé. Nos, remélem, hogy ebben a mondatban nem az érettségre gondolt az, aki ezt leírta. Természetesen a metafizikai dolgok mellett a fizikaiak, a kézzelfoghatóak és nagyon fontosak számotokra. Mit is szeretnének elérni egyesek? Egy jogi diplomát, egy egészséges családot, sok pénzt és egy Versace öltönyt. Vagy egyetem, világkörüli út, majd egy pár év után megállapodni és egy, idézet, csini kecóba beköltözni. Van önök között biztonsági játékos is, aki talán még az aranyhaltól sem kérne mást. Remélem holnap nem matekkal kezdünk. És ahogy lenni szokott, természetesen nagyon sok szép lélek van köztetek. Az egyikük ezt írta. Veszek egy telket, és oda adományozom egy állatotthonnak. És mit szeretne még megvalósítani? Erre fölkaptam a fejem. Apukámnak megvenni az álomautóját. Kár, hogy ez nem én vagyok. Patrióta végzős diákunk is van. Ezt írja. Érjem el céljaimat, sose menjen el több tipmixem, nagy névvé váljak a járműiparban. Kakucs nyerje meg a bajnokságot. Hajrá, Kakucs! És akkor most ezen a ponton egy picit a levelekből kitekintek, jó? Mert nagyon sokan írtátok azt, hogy körül szeretnétek utazni a világot. Világ körüli úton szeretnétek részt venni. És ahogy ezt elolvastam, eszembe jutott, hogy nekünk ez majdnem sikerült a nyáron, hiszen eljutottunk Kínába, többek között itt a közöttünk ülő csapat, tagok voltak ebben a kínai utazásban. És kiderült, hogy akik eljöttek Kínába, azok rettenthetetlenek. Tehát vannak közöttek rettenthetetlenek is. Például találkoztunk egy vérszomjas karatemesterrel, egy igazi kínai kardforgatóval, akit sikerült a saját kétségbeesésébe taszítanunk. Nézzük meg, hogy hogyan. Ő a karatemester, ő kézen jár, ez volt az extra produkció. Ezek után azt mondta, csináljuk utána. És mi utána csináltuk? Elárulom, hogy azt mondta a karatemester, a sírás folytogatta, hogy 50 éve itt dolgozik, még senki nem csinálta utána. Utána attól féltünk, hogy harakirit követel. De ahogy visszaadta a munkakönyvét, az biztos.
És végül, de nem utolsó sorban szeretnék azoknak köszönetet mondani közületek, és nagyon sokan vannak ilyenek, mindig számomra ez a legnagyobb öröm és büszkeség, akik család és gyermek szeretők. Én azt gondolom, hogy aki nem ért ilyet, az is ezt gondolja. De nagyon sokan írtátok, hogy boldog családot szeretnétek, együttléteket azokkal, akikkel most is együtt vagytok, a szüleitekkel. És volt egy nagyon szép levél, ebből egy részletet hogy olvassak föl. Az első és legfontosabb vágyam, hogy családot alapíthassak. Szeretnék sok kis durkót csillogó szemekkel, akiknek köszönhetően mindig zsivaj lesz a házban. Hát hallgassunk egy ilyen zsivajt. Hát igen. Erre mondta mindig azt a felesége, hogy elkirei baba a háznál. De több is. Úgyhogy mi mást kívánhatnék nektek, kedves végzősök, ezen a mai estén, amikor tiétek az este, és tiétek a figyelem, hogy váltsátok valóra az álmaitokat. Szüreteljétek le azokat a gyümölcsöket, amiket szeretnétek az életben. Legyen olyan egyetemetek, munkahelyetek és családotok, kecótok, amilyet szeretnétek. És hát, ha már azzal kezdtem a mondandómat, hogy 18 évesek vagyunk, akkor végül engedjetek meg nekem egy 18 karikás történetet. A történet főszereplője természetesen ki a történet főszereplője? Ki lehet? Winston Churchill. Köszönöm. Nos, hát Winston Churchill nagyon jó barátságban volt Montgomery tábornokkal. Most tanultuk második világháború ellenállományban. Montgomery egy alkalommal egy győzelem után így dicsekedett. Nem iszom, nem dohányzom, és 100%-os formában vagyok. Mit mondhatott erre Churchill? Én bezzeg iszom, és dohányzom is, és 200%-os formában vagyok. Úgyhogy, ha véletlenül a mai estén esetleg önök a buliban Winston Churchill példáját követik, akkor az a kérdésem önökhöz, legyenek mindenben az ő értékével. Tudni, a titkár azt is feljegyezte, hogy mindig valamiféle színes vizet kortyolgatott, egész nap reggeltől késő estig, és még becsípve sem látta soha. Úgyhogy vigyázzanak magukra, minden jót kívánok és sok boldogságot önöknek. Köszönöm. Thank you.
ünnepi műsorunkat körülbelül 10 perc múlva folytatjuk az osztálytáncokkal. Tisztelt igazgatom, tisztelt tanáraim, kedves szülők, vendégek és diáktársak! Nagy örömmel és sok szeretettel üdvözlöm mindenkit a szalagalatunkon. Azt hiszem, minden osztálytársam nevében mondhatom, hogy már 4 éve várjuk ezt a napot, ahol végre miénk a főszerep. Hol is kezdjem? Az elmúlt 4 év során már megtapasztaltuk a gólyatáncunk és a flashmobunk alkalmával, hogy igen jól mozgunk együtt, és hogy egy tánc mennyire összehozza az embereket. Ám éreztük, hogy ez az este más lesz, és komolyabban rá kell feküdnünk a gyakorlásra, hamarabb el kell kezdenünk a próbákat. Már csak az ötlet hiányzott. Meseországon át a szerepcserén keresztül jutottunk el oda, hogy ma azt mondhassuk, készen állunk. Szóval, hölgyeim és uraim, a ma este alkalmával egy igazi időutazásra hívjuk Önöket. A mi osztálytáncunk során visszakanyarodunk egészen az 1920-as évekbe, hogy átéljük a kaszinók varázslatos világát, megidézzük azokat az éveket, amikor a pezsgő és a kifinomult tánc a mindennapok részét képezte. Az elmúlt pár hetet rengeteg munka, előkészület és a szórakozás töltötte meg. A folyamat ugyan kihívásokkal és akadályokkal teli volt, mégis izgalmas feladatként éltük meg. Az osztálytáncot segítőkész, elhivatott és profi tanárunk Hende Máté segítségével tudjuk ma megvalósítani. Akivel minden próba közvetlen és jó hangulatban telt. Hálásan köszönjük neki, hogy elvállalta az osztályunkat, és az utolsó pillanatig rengeteg türelemmel tanított minket a tökéletes produkció érdekében. Köszönettel tartozunk minden segítőkéznek, azoknak, akik közreműködtek abban, hogy ez a különleges előadás ma létrejöhessen. Most pedig hadd mutassuk be Önöknek táncunkat, és merüljünk el közösen az 1920-as évek ragyogó életörömeiben. Reméljük, Önök is legalább annyira élvezik majd minden pillanatát, mint amennyire mi. Köszönjük, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Szeretettel invitálom meg Önöket bárunkba, de mindenek előtt bemutatnám a személyzetet. Gyertek, fiúk! Szedjétek össze magatokat, a vendégek már nagyon szomjasak. Na, dobjuk hangulatot egy kis zenével.
kapcsolt zenét. Ezt akkor én állom. Úristen, ez a kedvenc számom. Gyertek, táncoljunk!
a közös vonás bennünk, de talán még nagyobb a különbözni vágyódás érzése, így nehezen tudtunk volna elfogadni egy olyan témát, ami valakihez konkrétabban kötődik. Ezért egy teljesen spontán ötlettel rukkoltunk elő, ami nem más, mint a Super Bowl és a vele járó Halftime Show. A fiúk NFL játékosokként vezetik le bennük tomboló férfi erőket, míg a lányok cheerleaderekként pezsdítik fel a hangulatot. A tánc betanítására Getcher Esztert kértük fel. Aki akkor még valószínűleg nem is sejtette, mire vállalkozik. Heti 2 órában boldogítottuk egymást, és a kezdeti nehézségek ellenére reméljük egy ütős előadást sikerült összehoznunk. Osztályfőnökünknek is szeretnénk megköszönni, hogy a sok konfliktus ellenére is kitartó és támogató volt velünk. Végső, de nem utolsó sorban köszönjük a Dabas Sparks amerikai futballklubnak a felszereléseket. Abban bízunk, hogy sikerül Amerikából ide varázsolni a Super Bowl hangulatát. Kérjük, aki a büfében tartózkodik, most már szíveskedjen a helyére fáradni, és induljon a banzáj.
Csendülnek fel a mi osztályunkban. A táncunkat is kicsit ehhez hasonlítanám,
ugyanis egy pontosan ilyen német óra keretein belül találtuk ki, osztályfőnökünk nagy örömére, miközben biztosan valamilyen tipikus érettségi feladathoz szükséges nyelvtan tanított éppen. Mielőtt a táncról beszélnék, szeretnék egy óriási tapsot kérni az egész tanári karnak, amiért kitartottak és továbbra is bíznak bennünk, és reméljük továbbra is kitartanak velünk az érettségig. Szeretnénk megköszönni Kecser Eszter alázatos munkáját, amiért betanította nekünk a táncot, és kitartott velünk a végéig, amikor még mi sem láttuk a fényt az alagút végén. Nyolc év alatt rengeteg egyéniséget fedeztünk fel egymás között. Sajnos ezt nem tudjuk mind belesűríteni egy műsorba, ezért szeretném megkérni Peszekit, hogy külön mutassa be tehetségét a közönségnek. Saját erejéből, mint osztályunk ezt a 8 évet a gimnázium tenyerén. Nem szeretném tovább húzni a szövegemet, de most Lili és a verse veszi át a szerepet. 8 év. Rólunk zeng a tanári folyton, egy héten legalább úgy 6-szor. Már-már lassan olyan, mint egy sablon, mert az eszükre mentünk már sajnos, vagy 100-szor. Lehet, hogy nem vagyunk egy példaosztály, s talán már sosem válunk azzá. De egyet megígérhetünk, unatkozni nem fogsz mellettünk. Rengeteg mindent túléltünk, meg annyi dolgot átéltünk. Láttuk egymást sírni és nevetni, ezt már lehetetlen felülmúlni. Itt állunk épp az élet kapuja előtt, egy szempillantás, és a kapu mögöttünk már be is nőtt. Mindannyian átkeltünk rajta gyöngén, s így egy családdá váltunk a végén. Az a sok év kitörölhetetlen, csak úgy, mint a hang a fejünkben. A hang, mi a súgja, az A-osztály már örökre feledhetetlen. Nagyon szépen köszönjük, fogadják sok szeretettel produkciónkat. Guten Tag, meine Lieben, setzt euch, heute erzählen wir über unsere Sommererlebnisse. Wo wart ihr im Sommer? Most mi a van szó? Most mit kell csinálni? Csak mondj pár mondatot, hol voltál a nyáron? No, kimenti meg a csapatot, talán gyurászik. Spanyolországról szeretnék beszélni. Na jó, én inkább alszok. Im Sommer bin ich nach Spanien gefahren. Ich habe dort am Meer gebadet und ich habe in der Sonne gelegen. Confirma fuerte. Vamos a correr. Tengo la cintura rodilla, el piso va a pasar. Y todo. 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 Y todo
Farkas. Farkas. Farkas, kelj már föl, horkolsz. Márton, legalább tegyünk úgy, mintha figyelnénk. Zielgúdjura, zetszték. Ja, Bergfont, Virágvilágt. Igen, talán én az USA-ról szeretnék beszélni. Im Sommer bin ich in die USA mit meiner Familie gefahren. Wir haben hier Hey, G.
Utána pedig egy közös kocintásra az osztályok pezsgős pultjainál. Thank you.
megkérlek titeket, hogy kérjétek fel szüleiteket egy keringőre. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Oh,
Tisztelt szülők! Kérjük, fáradjanak az osztályok peskös pultjához, hogy ünnepi kocintással zárjuk le a mai napot. Szeretnék a végzősök és az egész iskola nevében köszönetet mondani a díszítésért Bolykiné Somos Ilona tanárnőnek, Háda Csaba tanárúrnak, a 11. B és 11. C osztályok tanulóinak, illetve a lelkes szülői és tanári csapatnak, Opócki István gondoknak. A műsorért Sárai Brigitta és Langot Lilia tanárnőknek. A hangosításért Hetényi Ferencnek. Köszönjük, hogy munkájukkal szépé tették a mai ünnepségünket. Kedves vendégeink, köszönjük, hogy együtt ünnepeltek velünk. További szép estét mindenkinek!